Sok szeretettel köszöntök mindenkit ma reggel. Meg fogjuk kezdeni az Isten tiszteletünket, és szeretném kérni mindenkit, hogy foglalja el a helyét. Jó néhány dolog van, amit ma délelőtt, ma reggel szeretnék hirdetni. Nem túl könnyű héten vagyunk túl, sok szempontból. Az elmúlt héten 2 szomorú haláleset is történt. Elekes Józsi bácsi befejezte a földi pályafutását, és hiszük, hogy már az ő uránál van, és hazaköltözött az ő teremtőjéhez. És szomorú hír volt, hogy Mizerák Gyuri bácsi fia, Mizerák Sanyi is meghalt a múlt héten. És ma délután 5 órakor lesz a temetése Nagyszokolyon. Néhányan a gyülekezetből részt fognak venni ezen a temetésen, és fognak ott szolgálni, és bátorítani a gyászoló családot. Mielőtt tovább mennék a hirdetésekben, szeretném, hogyha imádkoznánk azokért, akiknek most fájdalmuk van, akik most nehéz helyzetben vannak, hogy Isten vigasztalja őket. Szeretném, hogyha felállnánk együtt, és imádkoznánk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy így együtt megszólíthatunk téged, mint a mi Úrunkat és a mi megváltónkat, a mi alkotónkat és teremtőnket. Hálásak vagyunk neked azért, hogy adtad a gyülekezetet. És köszönöm neked, hogy lehetnek testvéreink, és testvérei lehetünk egymásnak. Hogy amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor tudjuk bátorítani, segíteni egymást, hogy tudjunk áldássá válni egymás számára, akkor is, amikor nagyon nehéz idők vannak az életünkben. Szeretnék imádkozni Úr Jézus a gyászoló családokért, a Gergely családért, Mizerák Gyuri bácsiért, Sanyinak a családjáért. Uram, vigasztald őket, állj mellettük. Adj nekik erőt, és segítsd át őket a gyásznak a napjain. Imádkozom azokért, Úr Jézus, akik ma délután Nagyszokolyon fognak szolgálni a temetésen. Uram, adj üzenetet rajtuk keresztül, adj bátorítást az ő szavaikon, az ő jelenlétükön, az énekeiken keresztül. Vannak dolgok, Úr Jézus, amiket mi nem tudunk megadni, ami csak tőled jöhet. Erre kérlek téged, hogy a te hatalmaddal, a te vigasztalásoddal, a te békességeddel, kegyelmeddel legyél jelen a gyászolóknak az életében. Amen. Foglaljunk helyet. A nehéz dolgokon túl örömteli dolgokról is beszámolhatok. Múlt héten Tóth Benyámin és feleségének kisfia született, Tóth Kristóf. Sok szeretettel gratulálunk a nagyszülőknek is, küldjük a gratulációnkat és az üdvözletünket a fiatal szülőknek is, és kívánjuk, hogy legyen nagyon sok örömötök az új unokátokban, a család új tagjában. Ma délután 5 órától lesz istentiszteleti alkalmunk. Szerdán este 7 órától a Bibliaóra, és 8 órától megbeszélés a vezetőknek. Jövő vasárnap, közösségi vasárnapunk, családi napunk lesz. Ez 2 dolgot is jelent. Egyrészt együtt fogunk itt ebédelni, és az a kérés, hogy a szokott módon mindenki, aki szeretne itt lenni, szeretne részt venni a közösségi vasárnapon, hozzon magával bőségesen egy ebédre valót, süteménnyel, és egy kicsit gondoljunk arra, hogy lesznek vendégeink is, tehát mindenki 1-2 vendéget kalkuláljon bele, amikor az ételt készíti. Jövő vasárnap délután nem lesz istentiszteleti alkalom itt a gyülekezeti házban, viszont szeretném a gyerekeknek hirdetni, ha most tudtok egy kicsit rám figyelni, hogy délután lesz meglepetés, úgyhogy úgy készüljetek, hogy valamilyen izgalmas dolog remélhetőleg fog történni vasárnap délután. Készüljetek erre,
vége van már az iskolának, végre eljött az ideje annak, hogy egy ilyen gyereknapot, családi napot tartsunk itt együtt a gyülekezetben. Takarítással kapcsolatban még mindig van üres sor a táblázatban, tehát hogyha valakinek még van affinitása egy kis takarításra, és eddig nem jelentkezett, akkor kérem, hogy töltse fel a nevével az üres sorokat, és a jelenlétével, munkájával az üres heteket. Az elmúlt héten Reichert Ervin és Bea takarított itt a gyülekezeti házban, jövő héten pedig Iván Dániel és Dori fogja ezt a munkát elvégezni. Köszönjük azoknak, akik eddig végezték, és azoknak, akik ezután fogják vállalni. A délelőtti istentisztelet után szeretnék a fiatalokkal találkozni itt az orgonánál, ezen a szent helyen. A Balaton.net-tel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot megbeszélni veletek. Vállaltatok szolgálatokat, és nagyon számítunk rátok, és elérkeztünk egy olyan pontra, amikor már részletkérdésekről is tudunk beszélni. Tehát kérlek benneteket, hogy mindjárt az istentisztelet után gyertek ide az orgonához. Talán nem maradt más hátra, mint hogy átadjam Csabának a szót, hogy a Baptifonnal kapcsolatos információkat ossza meg velünk. Miután Csaba elmondta, ha valakinek van még hirdetnivalója, szeretném kérni, hogy jöjjön előre és mondja el, ossza meg ezt velünk. És még egy nagyon fontos örömteli feladatomnak szeretnék eleget tenni. Baranyi László és családja van közöttünk itt a mai nap folyamán. Köszönjük, hogy elvállaltátok ezt a szolgálatot. Tegnap este már volt itt egy programbemutató, egy szoftverbemutató a gyülekezeti házban. Isten áldjon benneteket! Az énekek után majd kérünk téged, hogy gyere előre, és akkor oszd meg velünk azt, amit Isten rád bízott, és hadd kérjünk arra, hogy kicsit mutatkozzatok is be, amit fontosnak tartotok magatokról elmondani, azt osszátok majd meg velünk. Isten áldja meg a szolgálatotokat, amit ma fogtok közöttünk végezni. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tudom, hogy a fiúk talán tudnak majd hangot adni, nem, akkor megpróbálok hangosabban elmondani. Baptifon előtt szeretnék megosztani egy dolgot a gyülekezettel, és különösképpen azokkal a testvérekkel, akik ajtónálói, házigazdai szolgálatot is vállalnak itt a gyülekezetben. Nem az elmúlt napokról beszélek, hanem az elmúlt időszakról. Kétszer is, két hónapban is egymás után elég magas vízszámlát kapott itt a gyülekezetünk. Próbáltunk utána járni, nem az utcán, vagy az utca és az épület között van a csőtörés. Valószínű, hogy itt az épületen belül folyt el, és gyanítjuk, hogy ezek a WC használatból eredtek, vagy a mosdó használatból eredtek. Nagyon szépen kérném mindazokat, akik használják a mellékhelyiséget, nézzék meg a WC tartályokat, hogy amikor használták, a WC-t elzáródnak-e rendesen, nem folytatódik-e a továbbfolyás, és különösképpen kérem az ajtónálókat, házigazdákat, hogy mielőtt ők bezárják az épületet és elhagyják, akkor erre még egyszer végigjárva ezeket a helységeket nézzék meg, és ellenőrizzék le. Köszönöm a gondosságot, ez mindannyiunknak azt gondolom érdeke, hogy ne keletkezzenek ilyen nagy számláink. A másik dolog, amit szeretnék megosztani, megkaptunk egy újabb értesítést, egy tájékoztató levelet a Baptifonnal kapcsolatban. Igaz most már, hogy nincs központi szervezés egy gyülekezetenként ebben, de mégis egyfajta tájékoztatást szeretnék adni. Az átmigrálások már, hogy jó 99%-ban, tehát lehet azt mondani, hogy szinte teljesen megtörténtek, nagyon kevés van már vissza. Így most azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az a fajta jóvátérítés, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam, az a fajta welcome bónusz, ami jár mindazoknak, akik megmaradtak végig baptifonos előfizetők, és ezt hozták át ebben az új rendszerben. Ezek most négyszer, és nem tudom, hogy ezt valószínű négy számlában fognak 690 forint plusz áfa, tehát egy 875 forint havi jóváírást kapni majd minden számlájukba. Érdemes majd ezt nézni, érdemes figyelni. Ez tehát akik azokra vonatkozik, akik előtte is bent voltak a baptifonos lottába, és most ebben az új rendszerben is folytatták ezt az előfizetést, ezekre vonatkozik ez. Úgy gondolom, hogy amikor érkeznek egyen-egyenként ezek a számlák, érdemes figyelni, hogy ezek megtörténnek-e, hanem akkor kérnék majd visszajelzést, és utána próbálunk nézni. Mondjuk olyanok, és tudok ilyenről is, és kaptunk megint értesítést, hogy vannak, akiknek nem került valami oknál fogva, vagy valami átutalási probléma van a banknál, nem érkezett meg, tehát azok ne várják, akiknek tartozásuk van ebben az időszakban.
Aztán a következő ilyen információ, hogy ebben együtt kedvezményes készülék vásárlási lista is érkezett újabb. Ezt kitettem a Fali Újságra, akit érdekel, érint, megnézheti és ott tájékozódhat, hogy milyen olyan készüléket tud igényelni vagy vásárolni, ami ehhez a flottához tartozik. Aztán vannak olyanok is, akiknél túlfizetés keletkezett, ezt erről nem kaptam pontosan, hogy itt közülünk valaki érintette, de történt olyan, hogy még az előző rendszerből, gondolom a banknál valahogy be volt állítva, vagy nem is tudom igazán, hogy miből keletkezhetett ez, vagy valaki tévesen kétszer kapott csekket, és becsületesen mind a kettőt igyekezett befizetni, de vannak olyanok, akiknél túlfizetés van, ezt is fogják rendezni, folyamatban van, hogy a következő számlákban ezek jóváírásra kerüljenek. Tehát talán most az átállásnál érdemes az elmúlt havit, vagy havikat, és a mostanit is figyelni, hogy ezek megállják. Akinek ebben segítségre van szüksége, azt kérem, hogy keressen akár bennünket, és aztán megpróbáljuk kibogozni, hogy mi hogy történik. Azt hiszem, hogy talán elmondtam ezzel kapcsolatban mindent, tehát az új készüléklista kint a Fali Újságon, egyébként pedig mindenki picit gondosabban figyelje a számláit, próbálja fizetni ezeket, és ha kérdés van, vagy olyan bizonytalanság, akkor pedig keressetek, és megpróbálunk valamiféle választ találni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Én szeretném hirdetni, hogy július 28-tól augusztus 2-áig tartjuk meg a Dunántúli tábort Somogydöröcskén, és ma van a határidő, ameddig lehetett jelentkezni. Tehát arra kérek mindenkit, hogy a mai nap folyamán, aki még gondolkozott rajta, az keressen meg engem, illetve a mai nap folyamán Csóka Csabát is meg kell keresni, 5000 forint előleggel, és azt be kellene fizetni, hogy ő át tudja majd utalni. Köszönöm szépen! Még annyit szeretnék csak mondani, mielőtt éneklünk, hogy aki ifjúsági kirándulásra szeretne majd jönni, jelentkezni, az a Reihert Edinél jelentkezzen majd az istentisztelet után. Thank you.
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Baranyi László vagyok, baptista lelkipásztor, jelenleg a Szadai és a Veresi baptista gyülekezetben szolgálunk több mint 20 éve. Van egy fantasztikus feleségem, akit az Úrtól kaptam. Amikor megtértem 32 évvel ezelőtt, és a Nyíregyházi baptista gyülekezetbe kerültem, egy idős nyugdíjas lelkipásztor volt az, aki prédikált nekünk és szolgált vasárnapról vasárnapra, és amikor én megtértem és elkezdtem vele beszélgetni, akkor azt mondta nekem, hogy Lacikám, két dolog van, amit nagyon fontos, hogy az Úrtól vegyél, az egyik a házasság, a másik pedig az elhívás. És ez valóban így van. A János 10:10, ki az, aki tudja, hogy mi van itt ebben az igeversben? A családom tudja, persze, ők már sokszor hallották ezt az igét. A tolvaj azért jött, hogy most már így lopjon, öljön és pusztítson. De én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ilyen hatalmas Istenünk van. Jézus Krisztus az ő neve. És ahogy az egyik énekben a fiatalokkal együtt énekeltük, elég harsányan, nagyon örültem neki, az volt az ének szövege, hogy több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. Pál, aki hatalmas gyülekezeteket alapított, és akinek köszönhetjük az új szövetség nagyobb részét. Azt mondja az élete végén, nem mondom, hogy elértem, nem mondom, hogy a célnál vagyok, de egyet teszek. Ami hátam mögött van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekidőlve, nekifeszülve a mennyei elhívást jutalmáért. Ilyen a mi Istenünk. És amikor elérsz egy szintet, és úgy gondolod, vá, ez már valami. És talán úgy gondolod, hogy körülötted sokan, ó, fasorba sincsenek, bocsánat a kifejezésért, akkor is azt mondja Isten, erősödj meg az Úrban. Van még több erő, még több szeretet, talán még több alázat, de több van Istennél. És én szeretném, hogyha ez a zsinór mérték, ez a vonal ott lenne az életeden, az ige, a Biblia irányítani és vezetne téged, és eljutnánk valamennyien erre. Hátam mögött vannak dolgok. El kellene felejteni. Tudod, mi az ellenségnek a módszere? A következőképpen dolgozik. Valamit meglátsz, és azt mondod, hú. És amikor jön a kívánság, megfogam, bűn szül, kiteljesedő, pedig halált vetél, mondja Jakab az ő levelében, de abban a pillanatban szembe találod magadat az ördöggel. És azt fogja mondani, gonosz vagy, bűnös vagy, tudom, mit tettél. Mert ilyen az ellenség. De van egy nagyon jó hírem. Ez pedig a Római Levél 8. részében található, amikor azt mondja az Isten igéje, ki vádolná Isten választottait. Isten, aki megigazít. A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Atya Isten jobbján van, és esedezik érettünk. Nincs semmiféle kárhoztató ítélet. Ha lerendezed a bűneidet, ha tudsz sírni azok fölött, ha megteszed azt, amit a Biblia mond, hogy aki megvallja, példabeszédek könyve mondja, és elhagyja, annak jó dolga lesz. Ilyen a mi Istenünk. És amikor én megtértem, és elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor fantasztikus volt számomra az, hogy nézem és olvasom, hogy Isten mit tett Pállal, Noéval, Péterrel és az összes többivel. És feltettem egy kérdést Istennek. És mi lesz velem? Szeretném mondani nektek. Amikor eljutottam azokhoz az igékhez, ami a Jakab levelében van, hogy ő benne nincs sem fény, sem árnyék változás. Amikor eljutottam azokhoz az igazságokhoz, amiben így szól az Isten igéje, hogy Isten nem személyválogató. Megértettem azt, hogy amit a Biblia mond, az ma is működik. Ez a személyes hitvallásom, ez a személyes meggyőződésem, ezt hiszem és ezt vallom, hogy nem fér össze az a tanítás az Isten igéjével és az Isten igazságával, hogy az apostoli kor lejárt. Nem fér össze az a tanítás, az a kijelentés, ami nagyon sokszor elhangzik, hogy Isten ma már másképp cselekszik. Nem! Én nem vagyok hajlandó más evangéliumot hirdetni. Azt mondja Pál, ha még egy mennyből jött angyal is hirdessen mást a meglevőn kívül, és a Biblia 66 könyve, a teljes írás az, ami hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre. Hogy az Isten népe teljesen felkészült legyen.
Az ellenség el akarja venni. Nem véletlenül beszélt Jézus arról, hogy amikor a magvető kimegy vetni, némely mag az útfélre hullik, és jönnek az emberek, és eltapossák. És ezért tudja az ördög kiragadni. Amikor egy-egy igét elutasítasz, figyelj, amikor egy-egy igére azt mondod, hogy nem, soha nem fog teremni az életedben. Soha. Amikor egy ajándékra azt mondod, hogy nem, kizár dolog, hogy kapd. Isten nem egy önkény úr. Isten egy olyan szerető Isten, aki szabad akaratot adott, és aki abban gyönyörködik, hogyha az övéi komolyan veszik az írást. Szóval elkezdtem olvasni a Bibliát, és tanulmányozni, és megtértem, és behívtam az életembe Krisztust. Aztán jelentkeztem a teológiára, mert Isten megérintett, és elvégeztem, és pásztori szolgálatot kezdtem el, és megismertem a feleségemet, Évát, Évit, akivel 26 éve boldog házasságban élünk, bár az első év nagyon nehéz volt. És én úgy gondolom, hogy nincs olyan házasság, még ha hívőként kerül össze az ember, hogy ne legyenek küzdelmek és harcok. Megszületett elsőszülött gyermekünk Benjamin, utána 3 évre áldott állapotban volt a feleségem, vártuk a következő gyermekünket, és 2 hónaposan éjszaka elkezdett vérezni és görcsölni. Bevittem a kórházba, akkor Bagamérba szolgáltunk, bevittem Debrecenbe a kórházba, megvizsgálta az orvos, és azt mondta, asszonyom, ön terhes volt. Hajnal 2 órára elvetélt, sírtunk. Rá 1/2 évre újból vártuk a következő gyermekünket, és 2 hónaposan megint elkezdett vérezni és görcsölni. És tudtuk, hogy itt nincs emberi segítség. 1 éve voltam már lelkipásztor, fölálltam a szószékre, prédikáltam az Úr kegyelméből, lejöttem, és nem működött az életemben. Pedig nagyon őszintén tértem meg. Válságban volt a hitem, az életem és mindenem. Átéltem azt, amit Pál a Római Levél 7. részében leír. Az értelmemmel az Úr törvényében gyönyörködök, de tagjaimban ott van a bennem lakó bűn. Figyeljetek! Sokan azt mondják, hogy ha bemerítkeztél, befogadtad a szívedbe Jézust, akkor fú, minden tökéletes. Nem. Pál a római levelet nem az elején írja az ő szolgálata során, nem, a vége felé. És a 7. részben személyes hitvallásról, egy személyes, bensőséges saját élményéről beszél. Nem azt mondja, hogy azt látom bennetek. Nem, azt a törvényt találom magamban. Miközben az Úr törvényében gyönyörködöm, tagjaimban ott van a bennem lakó bűn. És egy olyan harc van, hogy miközben az Urat akarom szolgálni, mégis ott van a bennem lakó bűn. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálított testből. Leírja a Római Levél 7. részének a vége és a 8. rész eleje, hogy dicsőség az Úrnak, Krisztusban van szabadulás. Azt írja Péter levele, nem holmi aranyon és ezüstön váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból. Ha tetszik, ha nem ez működik. Elmegy a kismama az orvoshoz, és megvizsgálják. Meg van határozva, hogy hány hónapos terhesen vért kell venni, meg mintákat, hogy milyen a fejlődés a magzatnak. Miért? Azért, mert az orvostudomány olyan állapotban van ma, olyan helyzetre jutott, hogy meg tudja állapítani, hogy egészséges lesz az a gyerek. Hogy mit örökölt az édesapától vagy édesanyától az a születendő magzat. Így van? Ma ez így van. Ma az orvostudomány nagyon határozottan és kőkeményen állítja, hogy van generációs dolog, hogy van örökletes dolog. És hadd mondjam el, hogy több ezer éve a Biblia ugyanilyen kőkeményen kijelenti azt, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. íziglen. De irgalmas vagyok 1000 ízig. Amikor Jézushoz oda visznek egy vakon születettet, és a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy ez az evangéliumokban le van írva, biztos olvastátok, ki vétkezett, ő vagy a szülei? Mi ez, ha nem a generációs átkoknak a kérdésének a feltétele? Nem azt mondja Jézus, gyerekek,
Új szövetség van. Nem ezt mondja. Nem vétkezett se ő, se a szülei. És hogyha ez a történet nem lenne az új szövetségben, ha nem olvasnánk azt, ami a Péter levelében van, hogy nem holmi aranyon és ezüstön váltattunk meg az atyáinktól örökölt, hiába való életmódunkból, akkor azt mondanám azokkal együtt, hogy ma már nincs generációsátok. Van. A saját bőrödön tapasztalod azokat a dolgokat, a közmondásunk azt mondja, nem esett messze az alma a fájától. Mi ez, ha nem ez? De a Biblia azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Isten hazudjon. És azok a kijelentések, amik vannak, azok világosak és egyértelműek. És vagy elfogadom a teljes szentírást, vagy azt mondom, hogy kiveszek részeket belőle, és azt mondom, ez tetszik nekem, ez nem. Ez kedves nekem, ez nem. Szóval át kellett mennem nekem is egy életrendezésen, és megváltozott az életem, a feleségem, a szolgálatunk és minden. Visszatérek, tehát 2 hónaposan terhes volt a feleségem, áldott állapotban volt, és elkezdett vérezni és görcsölni. És tudtuk azt, hogy itt nincs emberi segítség. Elővettem az olajat, letérdeltem az ágyam mellé, és sírtunk. Nem az, hogy én imádkozok, és történik valami. Nem így működik. Római levélben Pál apostol kijelent, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És imádkoztam ért, és soha nem felejtem el, 21 évvel ezelőtt volt ez, de mai napig olyan erőteljesen belém ivódott az egész. Letérdeltem az ágyam mellé a feleségemnek, megkentem olajjal, és így imádkoztam. Ördög, te emberölő vagy. A János 10:10 ezt mondja, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de az én uram azért jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk. És te ördög, nem teheted rá az én születendő gyermekemre a kezedet. Én parancsolok neked a Jézus nevében, hogy menj el. Feleségem pedig úgy imádkozott, uram, ha a vérfolyás asszony megérintette a ruhát szegélyét, én is kinyújtom a kezemet. Abban a pillanatban olyan erőteljesen az Isten jelenléte betöltött bennünket, mint ahogy szoktuk egyik énekünkben énekelni. Isten élő lelke, jöjj! Belegondoltál már ebbe a szövegbe? Áldva szállj le rám, égi lángod, járja át a szívem és a szám, oldj fel és tölts el tűzzel. Hát ez így működik. Olyan tűz járt át, és abban a pillanatban meggyógyult a felesége. Dicsőség az Úrnak, rá 7 hónapra a kisebbik fiunk, aki gitározott, megszületett egészségesen, és dicsőség az Úrnak. Ilyen a mi Istenünk. És reggelig folytathatnám azokat a dolgokat, amiket átéltünk. Tudjátok, amikor 94 éves öregasszonynak 30 éves süket füle megnyílik. Ez az Úr csodája. És csak annyit imádkoztunk a testvérnőjén, mert elmentünk a gyülekezetbe, megsüketült a másikra. A család azt mondta, az édesanyja, meg az unokája, hogy ne menjünk, mert semmi értelme nincs, nem tudunk beszélni vele. A spirálfüzet ott volt, és úgy kommunikáltak a nénivel. Elmentünk tényleg, ordíthattam én, a feleségem süketült majdnem. Semmit nem tudtunk kommunikálni, de vittünk úrvacsorát, és imádkoztunk. Rátettük a kezünket a fülére, a feleségemmel együtt, és csak ennyit mondtunk, efatta nyíj meg. És eljöttünk. Másnap reggel csörög a mobiltelefon. Hát ez a 94 éves testvérnő mobilja, és beleszól. Testvérnő, vagy testvér, prédikátor testvér, így hívott. Prédikátor testvér, bárhova megy, mondja el, hogy nagy a mi Istenünk. Akkor tudtam meg, hogy 30 éves süket volt az egyik fülére. De Isten megnyitotta a 30 évesüket fülét, meg megnyitotta a másikat. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Értsétek meg. Nem azt jelenti, hogyha most valaki süket, jöjjön ide és imádkozok érte, és meg fog gyógyulni. Mert nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De ennek az asszonynak volt hite, meg nekünk is volt hitünk, és ez működik. Működik. Mert azt mondja Jézus, ami az embernek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tudjátok, mit mondott az orvos? Mit akar már 94 évesen? De elég csak 70 éves legyél, vagy 50, vagy ki tudja mennyi. Istennél van ez mind. És ezeket azért mondom el, mert Isten a dicsőség. És azért mondom el, hogy bátran imádkozz. Egy évre rá, ezért a testvérnőért szintén imádkoztunk. Imádkoztam, elmentem az unokájával, aki előjárunk és igehirdetünk a gyülekezetbe, és látom, hogy félre van téve a Biblia, és pityereg a néni, sír. És mondom, mi baj van, Deák néni? És mondja, hogy nem látok, testvér. Nem látok. Ott van félre a Biblia. Előtte való vasárnap prédikáltam az ékes kapu sántájáról, beszéltem arról a hitlépésekről a Bibliából a gyülekezetbe, hogy
Gondoljatok csak bele, megy Péter és János az imádság órájára, és mi történik? Ott van egy béna. Azt mondja Péter, ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt adom, a názáreti Jézus nevében kelj föl és jár. És ennyi volt? Nem. Megfogta a bénát és fölrántotta. Ki az, aki képes lenne bénát ráncigálni? De azt mondja a Biblia, hogy amikor megfogta a bénát és fölrántotta, fölemelte, akkor erősödött meg a lába és a bokája. Akkor. Akkor. Ez így van szó szerint leírva a Bibliában. És arról prédikáltam, hogy ez a hitnek a lépése. Szóval imádkoztam a néniért, Uram, nyisd meg a szemét, úgy, ahogy hatalmas módon megnyitottad a fülét, nyisd meg a szemét. És itt lépéseként fogtam a Bibliát, levettem a polcról, kinyitottam és elé raktam. És mondtam, Deák néni, tessék olvasni. Hát, nem látom. Semmi esetben. Nem esünk kétségbe. Megint elkezdtem imádkozni érte. Megint kinyitottam más helyen a Bibliát, odaadtam és olvassa. És elkezdte olvasni, dicsőség az Úrnak. És ezt tudod, miért teszem? Mert amikor Jézus kétszer imádkozott egy vakér. Ahogy akik itt voltak tegnap, tudják, hogy Biblia programokat töltök fel különböző könyvekkel, lexikonokkal, Bibliákkal, digitalizálom. És egyik alkalommal, amikor egy kommentárt digitalizáltam, pont ehhez az ige szakaszhoz értem, neves híres kommentár, és a kommentárokkal néha az a bajom, hogy semmit nem mond a magyarázatba, de azért kommentárnak hívják. És írja a kommentár, hogy ebben a történetben két furcsa dolog van. Egy, hogy kétszer imádkozik Jézus a vakér, másszor meg, hogy szembe köpte. Mert ez van az igében. Na, gondoltam magamba, a dicsőség az Úrnak, mert először, amikor imádkozik Jézus, és elveszi a kezét, azt látja, megkérdezi, hogy mit látsz. Azt mondja a vak, úgy látom az embereket, mintha fák volnának. Erre mondaná a világ, na Jézus nem jött be. Megint ráteszi a kezét, és imádkozik. És azt mondja az ige, tisztán látott minden. Dicsőség az Úrnak. És azt kaptam a szívemben, hogyha Jézus kétszer imádkozott egy vakért, akkor én 100-szor is fogok. Vagy 1000-szer is. És nem adom fel. Hányan gondolkoztok itt úgy, hogy valakiért imádkoztatok, és közben jártatok, és nem történt semmi? Mit csinált volna Dániel egy hét múlva, nem jött kijelentés Istentől. Abba hagyom a böjtöt és az imádságot. 21 napig állandóan böjtölt Dániel. És a 21. napon jött a mennyei követ az angyal, és kijelentette neki, Dániel, attól a pillanattól kezdve, hogy rászántad magad a dolgok megértésére. Dániel könyvében 10. részében van ez leírva. Attól a pillanatról, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, engem elküldött Isten, de utamat állt a Perzsia birodalmának fejedelme. És segítségemre jött Mihály, a legfőbb angyal, és így vagyok itt. Értsétek meg, ahogy elkezdünk imádkozni dolgokért, az ellenség is mozgósítja az erőit. Ez így működik. Ez van leírva Dániel könyvének 10. részében. És ezt hiszem. Sok esetben azért nem történik azonnal egy-egy áttörés dolgokban, mert meg kell harcolni a mennyei világ erőivel szemben. És értsétek meg, hogy a Biblia azt mondja, nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Folytathatnám holnap reggelig, de szeretnék néhány ige szakaszt a szívedre helyezni, és nálunk a gyülekezetben minden hónapban van egy hónap ige verse, ezt több mint 15 éve vezettem be a gyülekezetbe, mert amikor a gyerekek vasárnaponként, reggelenként kiálltak, és elmondtak egy-egy ige verset, akkor ültem a padba, mielőtt felálltam volna szolgálni, és az Úr szólt hozzám. A gyermekek megtanulnak hétről hétre egy-egy ige verset. Aztán eltelik az a 12 vagy 14 év, kikerülnek a Biblia körből, és semmi nincs utána. És mi van a felnőttekkel? Isten igéje azt mondja a Zsoltárban, hogy szívembe véstem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. És attól kezdve elkezdtem minden hónapban egy-egy igeverset kivetíteni a gyülekezetbe, és együtt mondjuk el a gyülekezetbe. Ennek a hónapnak az igeverse a Lukács evangéliumában található, a 9. rész 23. verse. Azt mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mi ott Szadán Veresen kétszer szoktuk elmondani, tehát ha van benned hajlandóság, akkor kérlek szépen, hogy mondjuk el együtt kétszer hangosan. Ha valaki én utánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Lukács evangélium a 9. rész 23. verse. Azért állok itt, mert ez nagyon nyikorog, és félek, hogy a bemerítő medencébe kerülök. Tehát egy picit úgy fogom csinálni a dolgaimat, hogy ha nem probléma nektek, akkor nem akarok nyikorogni. Két gondolat az ige vershez. Vedd komolyan Jézus követését. Ő ott hagyta a mennyet, lemondott a dicsőségről, és eljött érted. És azt mondta, hogy nem arra hívott, hogy elgyere a gyülekezetbe csupán, hanem arra hívott, hogy kövesd őt. Az ő követése pedig annyit jelent, hogy megtagadom önmagamat. Azokat a kívánságaimat, azokat a dolgokat, amivel rendelkezem a születésemtől kezdve. A másik pedig, hogy ha nem veszi fel naponként a keresztjét. 2000 évvel ezelőtt a keresztfelvétel azt jelentette, hogy aki fölvette a keresztet, azt kivégezték a városon kívül. Tehát ha nem adod naponként halálba az új emberi természetedet, nem fogsz tudni megfelelően harcolni. Ez így működik. Isten áldjon meg. Ma délelőtt a Tesszalonikai levélből szeretnék ígéket olvasni, mégpedig az 5. rész 16. versétől a 22. versig. Kérlek benneteket, hogy fennállva hallgassuk meg az igéket. Tehát a Tesszalonikai első levélből fogom olvasni az igéket, az 5. fejezetből, délután is ebből az ige szakaszból fogunk olvasni csak az előtte lévő verseket. Az új fordítású Biblia alapján olvasom az igét. Tehát az első Tesszalonikai levél 5. rész 16. versétől a 22. versig. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Imádkozunk. Drága úrunk, köszönjük az igét, amely ma is élő és ható, amely nevel, tanácsol és vezet, és azt kérem, uram, hogy adj nekünk hallófüleket, látószemeket, nyitott szívet, add, uram, hogy megértsük és befogadjuk a te igédet, és ne csupán hallgatói legyünk, hanem betöltői. Ezért kérünk, drága Szentlélek Isten, hogy győzz meg bennünket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében. Jézus hatalmas nevében imádkoztam. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. És néhány gondolatot szeretnék a szívedre helyezni. Én amikor igét hirdetek, akkor általában prezentációkat készítek hozzá, azért mert az a hitem és az a meggyőződésem, hogy egy elmondott ige ne csupán padlót fogjon, hanem mélyen a jó földbe kerüljön bele, hogy 30, 60, sőt 100 annyit teremjen. És ha a mai délelőtt csak egy üzenet fogja megérinteni a szívedet, akkor dicsőség az Úrnak. Péter, amikor prédikált, akkor szíven találta őket az ige, és ezt kérdezték, hogy mit cselekedjünk ahhoz, hogy örök életünk legyen. És ez így működik ma is. Isten azt akarja, Pál azt írja egyik helyen, ahogy az egész világon gyümölcsöt terem, és növekedik, ugyanúgy közöttetek is. És ezt kívánom, ezért imádkoztam, hogy Isten igéje megérintse a szívedet és az életedet. Amit itt láttok, a képek önmagáért beszélnek, a baloldali. Nem egy olyan fajta, ilyen bugyuta örömre hívott el Isten, hogy és a egyéb dolog. Hanem az, hogy legyen örömöd, és azt szeretném a szívedre helyezni, hogy fontos, hogy ne a körülmények befolyásolják az örömödet. Az imádság pedig nem arra szolgál, hogy ha éppen golfozol, akkor letérdelj a lyuk mellett, és azt mond, ó, uram, nagyon szeretném, hogyha ez a következő ütés százas lenne, bekerülne, és én győznék. Jakab levelében van egy kijelentés. Nem jól kéritek, vagy ha kéritek, akkor élvezeteitekre akarjátok, nem kapjátok meg. Vagy nem hittel kéritek. Az az ember, aki kételkedik, az olyan, mondja Jakab, mint a tenger habja, amelyet ide és oda hajt a szél. Ne gondolj az ilyen ember, hogy bármit is kap az Úrtól. És az igazi háladásról szól. A mai témámnak ez a címe mindenkor szüntelenül. Hogy miről van szó? Az első az örömnek a kifejezése, amit a szívedre szeretnék helyezni. Mindenkor örüljetek. Pál, ezt te komolyan gondolod?
Ki az, aki ezt már megélte, megtapasztalta, átélte? Nagyon nehéz. Hány és hány olyan dolog jön az életünkben? És az volt a szívemben, hogy nem tudom, hogy itt vannak-e a gyászolók, Isten adjon vigasztalást. Amikor Jézus bemegy a templomba, föláll a zsinagógába, Lukács örökíti meg ezt a történetet, akkor mint egy fiatal tanító áll föl, és a mai napig a zsidóknál vannak heti ige szakaszok, amit felolvasnak az ő törvényük szerint. Jézus nem önkényesen kikeresett egy proféciát, hanem neki akkor ott fel kellett olvasni, ami a mi Bibliánkban Ézsaiás könyvének 61. részének első néhány verse. Mennyi a valószínűsége, hogy egy 700 évvel előbbi profécia beteljesedik akkor, amikor Jézus a törvény, a zsidó parancsolatok alapján bemegy a templomba, rákerül a sor, és pont ezt az ige szakaszt kell neki felolvasni. Mennyi a valószínűsége? Jézus felolvassa azt a heti ige szakaszt, ami így hangzik, az én Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Felkent, mert elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, hogy bekötözzem a megtört szívet, hogy vigasztaljak minden gyászolót, hogy hamu helyett fejdíszt adjak Sion gyászolóinak, a csüggedés helyett öröméneket. És nem csak ennyi volt a feladata egy fiatal tanítónak, hogy elolvassa azt a heti ige szakaszt, hanem az is, hogy prédikáljon. Jézus prédikációja ennyi volt. Ma teljesedett be az írás a fületek hallomására. Köveket ragadnak, kiűzik, mert minden zsidó tudta, hogy az Ézsaiás könyvének 61. része a mesiásra vonatkozó profécia. Ez beteljesedett, mert Jézus a mesiás. De az akkori emberek ezt nem tudták elfogadni. És Jézus fölvállalta azt, hogy vigasztal minden gyászolót. Felvállalta azt, hogy amikor elment mennybe, elküldte a vigasztalót, mert mi nyomorúságos vigasztalók vagyunk. Úgy, ahogy Dávid mondja, csak egy lépés köztem és az élet és a halál között. Isten igéje tud igazán vigasztalni, és ő az, aki azt mondja, gyászvátyol helyett, illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. És hogyha van egy élő reménységed, a szeretteidre nézve, miért halunk meg? Mi történik a halálban? A Biblia nagyon világosan és nagyon határozottan beszél, hogy van egy fizikai testünk, amiről azt mondja a Korintusi 2. levél 5. része, hogy ez a porsátorház elbomol, de van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Sóhajtozunk ebben a testben, mert nem szeretnénk ezt levetni, hanem szeretnénk, hogyha erre felölthetnénk a mennyeit, hogy a halandót elnyelje az élet. Van egy lelkünk, az érzéseink, kifejezzük a hangulatunkat, és van a szellemünk, az örökkévaló szellemünk, amire vonatkozóan azt mondja a teremtésben Isten, hogy amikor megformálta a föld porából Ádámot, akkor bele lehelte, bele fújta az ő szellemét, és így lett élő lélekké, vagyis szellemmé az ember. Tehát van egy testünk, egy lelkünk és egy szellemünk. Amikor meghal az ember, ha Jézus Krisztusban hisz, akkor a szelleme és a lelke megy a mennybe. Miért mondta volna Pál azt, nékem az élet Krisztus, a meghalás nyereség, vágyódom elköltözni és az Úrral lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Miért mondta István, amikor megkövezik és haldoklik, hogy atyám, a kezedbe teszem a szellememet. Miért mondta Jézus a keresztfán ugyanezeket a dolgokat? Ez a fizikai test romlandó. A Korintusi 1. levél 15. része világosan beszél, hogy milyen ez a hústest. Gyalázatos, érzéki. És sok más egyéb van benne még. De amikor megtörténik a feltámadás, akkor újból egyesül a lelkünk, a szellemünk és egy megdicsőült testünk. Mert a feltámadás szó ezt jelenti, hogy a fizikai testnek a felállítása. És ezt Jézus mondja. Ezt az apostoli kijelentések mondják. Lehet, hogy szomorúság tölt el, mert a halál ez nem egy természetes dolog. Mert azt mondja a Római Levél 5. része, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, de minden emberre átterjed a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.
vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Hogy nem egy külsődleges örömről beszél a Biblia, arra nézve a példabeszédek könyve a következőt mondja. Vannak igeversek, amiket hozzáteszek a tanításhoz, hogy ha akarjátok, kikereshetitek. De a példabeszédek 14-13 a következőt mondja. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Tehát nem egy ilyen külsődleges megnyilvánulásra hív az Isten, amikor azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. A Zsoltár azt mondja, a 16. Zsoltár 11. verse, megismertetted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, és gyönyörűségek a te jobbodon. Aztán, ahogy olvassuk tovább ezt az igeverset, vagy ezt a gondolatot, egy nagy kérdés van, hogy mitől lesz teljessé az életünkben az öröm. Ha Krisztust választod, az lesz. János evangéliumában van jó néhány ige szakasz, amire a figyelmeteket szeretném felhívni és elétek tárni, mert azt mondja a Biblia, hogy lehet öröm, mindenkor lehet öröm, és teljes öröm lehet, mert ezt mondja a Szentírás. János 15:11. Ezeket azért mondom néktek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a örömötök teljessé legyen. Mondta volna Jézus, ha ez nem így lenne? Nem. Szeretném újból hangsúlyozni az örömmel kapcsolatosan. Nem a pillanatnyi dolgok kellene, hogy befolyásolják az életünket. Ismered azt, amit Pál mond a korintusi levélben? Azt mondja, hogy a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Jegyezd meg. Mondjuk csak el együtt. A láthatók, jó, akkor mondjuk el, tehát hogy elmondom és mondjátok utánam. A láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Jegyezd meg, mert ez így működik. Mégis hányszor és hányszor az ideig való befolyásolja az érzéseidet, az életedet és mindenedet. Jaj, csúnyán néztek rám. Nem fogott velem kezet. Mit is mondott? És már kész. És olyan traumán megy át az ember sokszor, nem kellene így lenni. Jegyezd meg, a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökkévalók. A másik ige, János 16-ban, fantasztikus ez a kijelentés. Azt mondja Jézus, lehet ezt kérni. Azt mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Amikor átélsz dolgokat az Isten jelenlétében, amikor imádkozol dolgokért, és az Úr megmutatja az ő dicsőségét és hatalmát, fantasztikus. Az egyik legnagyobb öröm számomra az, amikor látom az embereket megtérni. 2 Péter 3 mondja, nem késlekedik az Úr az ígérettel, hogy egyesek gondolják, hanem türelmes hozzánk, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérjen. Erre hív ma Isten. Nem tudom, hogy elfogadtad-e már a szívedbe Jézust, vagy Krisztus az életedben van, vagy csak hallottál, vagy csak egy vallásos megnyilvánulás van az életedben, de lehet Jézussal találkozni. Lehet abban az örömben járni, amit ő kínál föl. És ez egy teljes öröm. Nem egy hétig tart, nem egy néhány napig, hanem életre szóló. Ugyancsak a 17. rész, 13. verse mondja a János evangéliumában, most pedig hozzád megyek, ez a főpapi imádságnak egy részlete, és Jézus így imádkozik, mielőtt meghalna, imádkozik értünk. Sok minden van ebben a főpapi imádságban. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy tartsd meg. És ez, ami most nekünk az örömmel, és a teljes örömmel kapcsolatos, így hangzik, most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Dicsőség az Úrnak. Szóval Jézus imádkozott ezért. És úgy gondolom, hogy amikor a mennybe ment, azt mondja a Biblia, hogy ott van az Atya Isten jobbján, és esedezik érettünk, még mindig ez az imádság ott van. Amikor látja a szomorúságodat, a békétlenségedet, a félelmeidet, mindazt, amivel foglalkozol, a pillanatnyi érzéseidet, akkor ott van az Atyánál, és azt mondja, Atyám, könyörülj rajta. Küldi a vigasztalót, a pártfogót, Isten lelkét, hogy meggyőzön ezekről a dolgokról. Válaszd az életet. Válaszd ezt. A következő gondolat, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az imádsággal kapcsolatos,
És azt mondja a Biblia, hogy szüntelenül imádkozzatok. Az eredeti görög kifejezés az egy folyamat, állandó folyamat, megszakítás nélkül. És van egy nagyon érdekes történet a Bibliában, ami a Lukács evangélium a második részében van. Talán a kép önmagáért beszél, amikor a kis Jézust beviszik a templomba, hogy bemutassák, és ott van egy fiatal asszony, aki kezébe veszi. Nem? Ki itt a legidősebb a gyülekezetben? Ki itt a legidősebb? Hány éves tetszik lenni? Dicsőség az Úrnak. Mennyire érzi magát öregnek a testvér? Semmennyire. Na jó van, dicsőség. Ez tényleg így van. 49 éves vagyok, és azt se tudom, hogy telt el ez a 49. Bocsánat. Tehát hogy telhetett el ilyen hamar? Na, félrebeszéltem. Na. Tehát 88 éves testvérünk azt mondja, semennyire nem érzi magát öregnek. Ez így van. Szóval volt ott egy fiatal asszony, aki Anna volt, és a Biblia leírása szerint a Lukács evangélium a második részében azt mondja az ige, hogy hajadon kora után 7 évig élt házas életet, és 84 éve özvegy. 12 évesen mentek férjhez, tehát egy 103 éves asszony van ott a templomba, ez a fiatal asszony, ezért mondom, hogy fiatal asszony, tehát értsétek meg, mert telhetnek az évek és az évtizedek, de valahogy a lelkünk nem öregszik, meg a szellemünk, és a testünk az igen. Nem tudunk úgy futni, nem tudunk 200 fekvőtámaszt nyomni, de nem is kell, de a lelkünk az nem öregszik. Nem öregszik. És ez a 103 éves asszony, mit is olvasunk a Bibliában? Mit csinált a templomban? Azt mondja a Szentírás, volt egy prófétanő, Anna, Fánuel leánya Ásér törzséből, nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével, hajadon kora után, tehát 12 meg 7, és 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Szóval, jaj, de öreg vagyok. Jaj, de fiatal vagyok. Jaj, de gondterhelt vagyok. Jaj, de elfoglalt vagyok. Jaj, jaj, jaj. Mindig lesz valami, ami befolyásolja azt, hogy imádkozzunk. Közben van egy kijelentés, hogy megszakítás nélkül, és hadd menjek tovább, mert nagyon érdekes a dolog, hogy sok olyan helyzet jön az életünkben, ami képessé tesz arra, hogy abba hagyjuk az imádságot. Lukács evangélium a 18. részében Jézus elmond egy történetet, és azt mondja, hogy ezt azért mondja el a történetet, hogy nem szabad belefáradni és meglankadni. Van egy özvegyasszony és egy hamis bíró. Történet? Ismerős. És azt mondja a hamis bíró, Isten, nem félem, embereket nem tisztelek, jön az özvegyasszony, és azt mondja neki újból, és jön, és azt mondja, szolgáltass nekem igazságot. És az hamis bíró állandóan elküldi ezt az asszonyt. De egy idő után, mivel ez az asszony nem adja fel, hanem menj újból. Azt mondja a hamis bíró, nem változtattam meg, Istent most se félem, meg embereket se tisztelek, de mivel terhemre van ez az asszony, igazságot szolgáltatok neki. És azt mondja Jézus, halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot az övéinek, akik éjjel és nappal kiáltanak és imádkoznak hozzá? Dehogyis nem. Isten nem egy hamis bíró. Nem várakoztat. Ő igazságot szolgáltat. És értsd meg, hogy lehet keresni. Vissza szeretnék térni ahhoz a történethez, amit a bevezetőben mondtam, hogy Dániel 21 napig böjtöl. Nem történt semmi, úgymond a látható világban 21 napig, de az első naptól már elküldte Isten a mennyei követet. De útját állt a Perzsia birodalmának fejedelme. És ezt szeretném a szívedre helyezni, hogy ne add fel. Ne add fel. Imádkozz. És azt mondja a Biblia, megszakítás nélkül. 103 évesen is lehet szolgálni éjjel és nappal, böjtel és imádsággal. Az imádság az egy olyan, mint a levegővétel, sokan így szokták alkalmazni. Amikor kicsik voltak a gyermekeim, játszottunk
Lebuktunk a víz alá, persze nekem nagyobb volt a tüdőm, ők meg csodálkoztak, hogy én még mindig a víz alatt vagyok, ők pedig már följöttek. Én meg úgy örültem neki. Ma már lehet, hogy én jönnék föl hamarabb, és ők maradnának a víz alatt. De nem biztos, mert lenyomnának. Na mindegy. De ez ilyen. Meddig bírod levegővétel nélkül? Meddig? Meddig bírod imádság nélkül? Imádkoztam! Jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk, amen. A misszionáris is imádkozott a sivatagban, amikor jött az oroszlán. Csak az oroszlán ezt imádkozta. Jöve Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk, amen. Mert azt imádkozta az orosz, a misszionáris, hogy add uram, hogy hívő oroszlán legyen. Az oroszlán pedig imádkozott. Szóval, hogyan és miképpen imádkozunk? Azt mondja a Biblia, megszakítás nélkül. És rengeteg olyan dolog van, ami fáraszt. Rengeteg olyan dolog van. De értsd meg, az ige világossá teszi. Jézus tudja, hogy elfáradsz. Tudja, hogy elcsüggedsz. Tudja, hogy mik azok a dolgok, amik problémát okoznak. Tudja. Megindul a mi erőtlenségünkön. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem székéhez. Kegyelmet találunk és irgalmat. A következő, amit szeretnék a szívetekre helyezni, azt mondja a Szentírás, hogy mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a mi javunkra. Mindenért. Minden, szüntelenül imádkozni, mindenkor örülni, mindenért hálát adni. Na, ez egy elég magas léc. Hangsúlyozom, ha Jézus nélkül akarod ezt megtenni, soha nem fogod elérni. Nem olyan rég beszélgettem egy barátommal, aki nem Isten félő, olvassa a Bibliát néha, de többször fennakad a Biblia tanításán, és azt mondja, különösképpen számára problematikus a Korintusi első levél 13. része. És azt mondja, hogy mindig leteszi a Bibliát, amikor ezt elolvassa, mert azt mondja, hogy soha nem lesz képes erre. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, nem gerjed haragra, és ezek a dolgok. És azt mondja, hogy képtelen, soha nem leszek képes erre. És azt mondtam neki, örülök, hogy őszinte vagy. Nem is leszel képes erre Krisztus nélkül. Mert Pál a Korintusi első levélben az isteni, vagyis az agapé szeretetről ír. És hogyha te Krisztus nélkül vagy, akkor csak fileód van, az olyan, hát most éppen jó lábbal keltem föl, most vidám vagyok, most szeretlek, még ha belém rúgsz, akkor is tudok örülni neki, de amikor esetleg rosszul nézel rám, akkor én is utálni foglak. Ez a fileó. Önző. Mindannak az ellentéte, ami az 1 Korintus 13-ban van. Felrója a rosszat. Örül a hamisságnak. Nem örül az igazságnak, mert önző. Nem tud elfedezni semmit. Ez a fileó. Ez az emberi szeretet. Az agapé, ami Istentől jön, az mindenre képes. És van egy jó hírem, most pedig megmarad a hit, a remény, a szeretet, a három, ezek közül legnagyobb a szeretet. Az agapé szeretet nem múlik el. Ha te azt mondod, Úr Jézus, szükségem van rád, köszönöm, hogy meghaltál, értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és behívlak téged. Uram, látod, mennyire önző vagyok. Látod, mennyire utálatos vagyok, mennyire nem vagyok megelégedve magammal. És ki tudja még, mit sorolsz fel? Sorold, 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 sorold. És mondd, Uram, köszönöm, hogy elfogadsz. De valamit mondjál. Bocsáss meg a bűneimet. Mondd ki, kérlek, foglald el életem trónját. És formálj olyanná, milyen akarod, hogy legyek. És Jézus be fog jönni az életedbe. És meg fog történni az, amiről a Biblia beszél. A Filippi 4 azt mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Tehát nem csak azt mondja a Biblia, hogy mindenért hálát adjunk, hanem mindenkor hálaadással tárjuk fel a mi kéréseinket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, megőrzi a szíveinket és gondolatainkat. Gondolom, itt is szokott lenni háladó nap. De miért? Miért van egy évben háladó napunk? Ki az, aki tudja, miért van háladó napunk? Jó szokás. Kétség kívül jó szokás. Ez nem válasz. Miért a baptista közösségben, miért tartunk minden évben egyszer háladó napot? Tessék?
Hálát, az bármikor. Hát, figyelj, figyeljetek testvérei, mindenért hálát adjatok, és mindenkor. Minek kell akkor egy háladó nap? Ma is adhatsz hálát, meg holnap is, sőt, kell az igék alapján. Hangosan nagyon jó. Így van, majd vissza szeretnék erre térni, de szeretnék egy nagyon konkrét célt és okot adni, ami a korintusi második levélben van, a 4. rész 15. vers. Jegyezzétek meg, ez a hálaadás célja. Minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Kétféleképpen lehet sokasítani a kegyelmet. Az egyik módja ez, ami Isten szerinti, a másik az, amikor bűnözik az ember. Komolyan mondom. A római levélben azt mondja a Biblia, ahol megnövekedett a bűn, ott túl bőven kiárad a kegyelem. Ez az egyik módja, de azt mondja Pál, hogy ne vétkezzünk, hogy sokasítsuk ilyen módon a kegyelmet, mert azért ez nem így működik. Uram, én nagyobb kegyelemben akarok részesülni, akkor vétkezek. Nem így működik. Nem lehet az ige igazságait visszafordítani. Nem a fonákját kell nézni, hanem az eredetit. Tehát értsétek meg, hogy nem vagyunk egyformák a bűnözés tekintetében. Én jobban mutatom, hogy jobban nézek ki most. De bűnös vagyok. Azt mondja az 1 János 1.8.9, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, hazugok vagyunk, ha megvalljuk, hű és igaz és megbocsát. De az egyik módja, amiről mondja Pál a római levélben, hogy ahol megnövekedett a bűn, ott túl bőven kiárad a kegyelem. De az, amiről a korintusi második levél 4. része beszél, ez ezt mondja, hogy minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Legyen cél. Imádkozzatok ezért. Biztos ki van tűzve már a háladónap, az is, hogy ki fog szolgálni, de imádkozzatok minden vasárnap azért, hogy Uram, amikor elérkezik a háladás napja, olyan legyen a mi imádatunk, a mi hálánk, hogy a kegyelem olyan módon kiáradjon, hogy a következőben még többen legyenek ebbe a gyülekezetbe. Mert ez a célja a háladásnak. Mondjuk csak el, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Nem könnyű a hálaadás, de a Bibliában számtalan kijelentés van arra nézve, és ma erről beszél a Biblia, hogy mindenért hálát adjatok, mert ha csak ez lenne, ami a Tesszalonikai levélben van, hogy ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra, ez már bőven elég lenne ránk az életünkre nézve, de számtalan igazsága és kijelentése van. A következő, amit szeretnék mondani, és a szívetekre helyezni, és megmutatni nektek, hogy miről is van itt szó. Az ünnepeinket én összefoglaltam, nagyon érdekesek azok az ünnepek, amik nem olyan rég voltak a mi ünnepeinkre nézve. A zsidóknak három fő ünnepe van, a sok közül, ami a törvényben arról szól, hogy Izraelnek meg kellett jelennie a templomban. Tehát bárhol lakott, bármilyen messze is volt Jeruzsálemtől, három fő ünnepen a zsidóknak föl kellett menni Jeruzsálembe. Az egyik ilyen ünnep volt, ami a mi húsvétunk, az a zsidók számára a Pésza ünnepe, az igeversek, itt vannak, én ezeket nem fogom elmondani, meg felsorolni, mindegyik ünnepnek fantasztikus jelentőségei van. Ha valakint érdekel ez a kép, ami itt van, a baranyilászlózsolt.com-on megtalálja ezt a képet, mert fölraktam. A második zsidó ünnep az a hetek ünnepe, vagy a zsidó néven a Savuot, 50. nap az Egyiptomból való kivonulásra. Ez a törvényadás ünnepe, meg az első zsenge ünnepe, az első aratás ünnepe. Számolni kellett 50 napot. És ez a jelentősége annak, hogy 40. nap fölmegy Jézus a mennybe, és 10 nap telik el azért, hogy a zsidó ünnep és a keresztény ünnep egybe essék. Hogy a szélrózsa minden irányából eljönjenek, ezért mondja az apostolok cselekedete második része, pártusok, médek, elamiták, Kappadóciába, Pontuszba, Frigiába, Pamfiliába, Rómából, Cirénéből, a különböző jövevények. Mert feljöttek a zsidó pünkösdre a kegyes zsidó istenfélő emberek.
Azért, mert Isten azt akarta, hogy ezek az emberek meghallják Péter prédikációját, a Joeli proféciát, hogy az utolsó napokban kitöltök az én lelkemből minden halandóra, és hogy ez egybe essen valóban Isten jelenlétének a kiáradásával. A harmadik fő ünnep, ami nincs ezen a táblázaton, de a zsidók számára a Szukkótnak nevezett ünnep, ez az őszi betakarítási ünnep, a hálaadó ünnep. És mi, baptisták, ezért ünnepelünk hálaadó napot, mert ez a harmadik főünnep, ami összeesik, nem pontosan akkor, de mi ezért, az elődeink nagy valószínűséggel ezért vezették be a baptista közösségben a hálaadó napot, mert ez a harmadik főünnep a zsidók számára, a Szukkót, vagyis az őszi betakarítás ünnepe. És ezek fantasztikus dolgok. És ezt értsd meg, hogy azt mondja a Korintusi Levél, minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Következő, utolsó előtti gondolat, amit szeretnék a szívetekre helyezni a felolvasott igéből, azt mondja a Biblia, hogy a lelket ne oltsátok ki, és a prófétálást ne vessétek meg. Azt látom az elmúlt 32 év során, amióta megtértem, hogy nagyon nagy káosz van néha Isten népében. De a Biblia nagyon világos és nagyon egyértelmű utasításokat ad. Értsétek meg, hogy a sátán soha nem fogja Isten dicsőíteni. Így van? Soha nem fogja dicsőíteni. Azért jött az ellenség, hogy az Isten munkáját lerombolja, de Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját rombolja le. Ezt mondja a Biblia. Tehát a sátán mindent meg fog tenni azért, hogy a Jézus istenségét megkérdőjelezze. Gondoljatok csak arra, hogy mi volt a teremtéskor. Mi volt a kísértés fő lényege? Mit mond a sátán Ádámnak és Évának? Csak ugyanazt mondta az Isten. Mi ez? Az Isten szavának a megkérdőjelezése. És az ördög mindig meg fogja ezt tenni, hogy amikor kezedbe veszed a Bibliát, azt próbálja elhitetni veled, hogy nem kell ezt olyan komolyan gondolni. Ó, ez olyan régi könyv. De van valami, ami a zsidókhoz írt levélben van, majd erről szeretnék szólni. Hogy miért fontos nekünk az ige. A Korintusi első levél 12. részéből szeretnék olvasni egy verset, ami számomra nagyon fontos, a harmadik vers. Ezt mondja ez az ige, hogy senki nem mondhatja Jézus Krisztus Úrnak, csak is a Szent Szellem által. Senki nem mondhatja, ha a Szent Szellem benne van, hogy az Úr átkozott. Ez alapvető igazság. Ha van Bibliád, akkor keresd meg a zsidókhoz írt levél 4. részét. Ezt az igeverset nem írtam ide a kivetítőre, de megmondom, hogy alapvető gondolat. Zsidókhoz írt levél 4. rész, 12-13-as vers. Itt úgy beszél a Biblia Isten igéjéről, mint kétélű éles karról. De mond valamit, amivel az ellenség teljesen tisztában van. És ami miatt mindent megtesz azért, hogy ne vedd kezedbe a Bibliát annyiszor, amennyiszer akarod. Ma már annyi okos kütyűvel vesszük körbe magunkat. Több mint 4 vagy 5 hónapja megtettem azt, hogy vettem egy ilyen kis egyszerű, ilyen nagy üzletláncban található ilyen gazdaságos kis MP3 lejátszót, interneten vettem audiobibliát, fölmásoltam a kis SD kártyára, és beindítottam, és éjjel és nappal megy a Biblia állandóan. Eljöttünk otthonról, de most is megy a Biblia. Akik jönnek, azt mondják, minek? Tudtok aludni tőle? Ó, persze. De annál jobb, amikor kezdesz ébredezni, még a szemed lehet, hogy csukva van, de már füled úgy kipattan, és hallod, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Wow. Hallgathatod a duc, meg ki tudja, mi mindent hallgatunk, vagy hallasz, van, akire állandóan megy a rádió, vagy a tévé, vagy ki tudja mi. Milyen jó, hogy most már van baptista rádió, meg egyéb dolgok. Mást is lehet hallgatni a ducon kívül. De annál jobb, hogy a Biblia menjen éjjel és nappal, fantasztikus. Hadd mondjak el egy élményemet. Néhány hónapja, amikor egyik éjszaka rosszul lettem, mert voltunk vendégségben, és
nagyon megkínáltak tejszínhabbal és gesztenyepürővel, és jó nagy púpozott volt a tányér, és nem illik visszamondani, mert nagyon szeretem, de rosszul lettem éjszaka, olyan 3 óra magasságában, ott gubbasztottam az ágy szélén, kimentem, 2 kis kanál szódabikarbón, 1 kis víz, alakul a helyzet, de gubbasztottam ott egy olyan 1/2 órát az ágy szélénél, és közben hallgattam a Bibliát. Hát szenzációs. Szenzációs. Arra nem lett volna erőm, meg képességem, éppen elég erőm volt arra, hogy kimenjek a konyhába, és 2 kis kanál szódabikarbonát 1 dl vízbe, meg visszavánszorogtam, és gubbasztottam, de hallgattam közben a Bibliát. Fantasztikus. Jó, hála az Úrnak, jól tudok aludni, meg nem eszek most már annyi gesztenyepürét tejszínhabbal, de számtalan olyan eset van, amikor készülök, vagy éppen bemegyünk. A legelején, amikor elkezdtük ezt a módszert, hogy hallgatjuk a Bibliát, ültünk, volt amikor 1/2 órát is a szobába, mert pont az az ige szakasz volt, ami nagyon tetszett, és nem akartuk addig kimenni a szobából, amíg meg nem hallgatjuk. Ezen már túl vagyunk, tehát nem töltünk el annyi időt a szobába, de ez egy fantasztikus dolog, amikor az Isten igéjét hallod, hallgatod, tanulmányozod és olvasod. Nézzük a zsidókhoz írt levelet, figyeljétek meg! Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, áthatol a szellem, a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, megítéli a szív gondolatát és szándékát, és most jön a nagyon fontos üzenet a gonoszszal szemben, nincs olyan teremtmény. Azt olvassuk Mózes első könyvében, meg sok helyen, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, láthatók vagy láthatatlanok, királyi székek, uralmak, minden érte és ránézve teremtetett. A teremtés történetben le van írva, hogy minden, ami körbevesz, az Isten alkotása, teremtése. Tehát nincs olyan teremtmény, és ebbe benne van a sátán is. Jegyezd meg, ebbe benne van a sátán is. Nincs olyan teremtmény, mely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt, néki kell majd számot adnunk. Jó hír! Egyetlen egy fegyverünk van az ellenséggel szemben, ami leleplezi, lecsupaszítja, világossá teszi a dolgokat. Ez az Isten beszéde. És értsd meg, hogy ezért fog megtenni mindent az ellenségünk, és ezért tett mindig meg mindent, hogy megkérdőjelezze a szívedben, az életedben, a világban, és mindenhol az Isten igazságát. Érted már? Ez a stratégia. És ezért van ez a stratégia. Mert az ördög tisztában van azzal, hogy az ég és a föld elmúlik, de mit mondott Jézus? Az én beszédeim nem múlnak el. Nem múlnak el. És ezért figyelj, amikor kezedbe veszed a Bibliát, kiálts Istenhez és mondd, Uram, akarom megérteni a te beszédedet. Szólj hozzám. Jön az ellenség, meg fogja kérdőjelezni, mindig megkérdőjelezi, azért, hogy ne legyen éle az igének, azért, hogy ne tudj vele szembe harcolni és küzdeni. Ami fontos, hogy meg kell értsük, hogy Jézus és a Szent Szellem egységben van. A János Evangélium a 16. részében egy olyan igazságról beszél Jézus, hogy elküldöm őt hozzátok, és azok most, amit mondanom kellene, mondta a tanítványoknak, nem bírjátok elviselni. De amikor eljön ő, elvezet a teljes igazságra, azokat mondja, amiket tőlem hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ő az enyémből merít, és azokat mondja, amit tőlem hall, és engem fog dicsőíteni. Jézus és a Szent Szellem tökéletes egységben van. És amikor egy-egy dologgal jön az Isten az ő szeretetével, akkor Isten szelleme fog meggyőzni, és Jézusra fog mutatni. Azt mondod, hogy Jézus szólt hozzád. Én azt mondom, hogy a Szent Szellem szólt hozzád, mert Jézus a mennyben van. A Szent Szellem temploma vagyunk az 1 Korintus 6 alapján. De a Szent Szellem olyan alázatos és olyan egységben van Jézussal, és a János 16-13-15 alapján valóban úgy fogod hallani, és úgy fogod érteni, mintha maga Jézus lenne ott. De az maga a Szentlélek Isten. 3 bűnt követel az ember a Szentlélekkel szemben. Az egyik itt van, hogy ne oltsd meg. Tehát az első Tesszalonika levél 5. részének a 19. verse, az jobb felső sarokban a tűzoltó, amikor locsolnak, van, amikor kell a tűzoltás, de a Biblia azt mondja, 3 bűnt követ el az ember, a mai ember a Szent Szellem ellen. Azt megszomorítja,
ez van az Efézus 4:27-32-ben, káromolja, ez van a Máté 12:24-31-ben, és megoltja, ez van a mai igénkben, amit olvastunk. Nagyon röviden egy-egy mondatban mit jelent ez? A megszomorítás a szövegkörnyezetből világos, Efézus 4:27-32. Egyetlen rothadt beszéd ki ne jöjjön a te szátokon, tehát a bűnök. Végig a 27. versben szó van itt a lopásról, a különböző bűnökről, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy megértsük, inkább olvasom, hogy ne maradjon ki belőle semmi. Helyet ne adjatok az ördögnek, mondja a 4. rész 27. versétől az Efézusi levél. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék. Saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködnek. Semmiféle rothadt beszéd vagy bomlasztó beszéd ki ne jöjjön a ti szátokon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, akivel el vagytok jegyezve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás, Isten káromlás távol legyen tőletek minden gonoszsággal együtt. Vagyis a bűn megszomorítja Isten szent lelkét. Amikor megtűrsz egy-egy dolgot az életedben, amire rávilágít Isten az ő lelke által a bűnökre, ha megtűröd, ezzel megszomorítod Isten szent lelkét. Mikor oltja meg Isten szent lelkét az ember? Akkor, amikor azok a dolgok, amik a növekedésünkre való. Gondolj egy tűzre. A Szent Szellemet így is szokták ábrázolni, galambformájában vagy tűzként. Gondold el, hogyha most itt csak képletesen gyújtanánk egy kis tüzet, gond lenne a padlószőnyeggel, de gyújtanánk egy kis tüzet, és hogyan lehet eloltani a tüzet? Hogyan tudnád eloltani? Rádobod a kabátod. Az még jobban égne. Jó, rendben, de tényleg ez is jó, hogy elvenni az oxigént tőle. Nagyon jó. Hát még. Poroltó. Nagyon jó. Vízzel leöntöm. És még hogyan lehet eloltani a tüzet? Nagyon fontos, hogy nem táplálom. És erre szeretném a hangsúlyt helyezni. Mert a megoltás azt jelenti, van néhány alapigazság a Bibliának, ami a növekedésünkhöz hozzátartozik. Az ige tanulmányozás, az imádság, a közösség és a bizonyságtétel. Akkor oltod meg az Isten szent lelkét, ha azt mondod, imádkoztam. Hát már karácsonykor, húsvétkor, pünköskor, nagyobb ünnepeken eljöttem a gyülekezetbe. Azt mondja a zsidó 10:25, összejöveteli alkalmainkról nem maradjunk el. Ez a megoltás. A Máté 12:24-31-ből kiderül, hogy ki követi el a Szent Szellem káromlását. Mert azt mondja Jézus, minden bűn megbocsátatik, csak a Szentlélek ellen való káromlás nem. Ez abban az esetben történik, amikor Isten munkáját ördöginek tartom. A Máté 12:24-31-re azt mondták, az van itt leírva, hogy Jézust Belzebubval azonosítják. És azt mondják, hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. És azért nem bocsátatik meg ez a bűn, mert hogyha Istent, most ugye a kereszt jelképezi Istent, ha Istent elutasítom és elfordulok, azt az egyetlen megoldást utasítom el, ahonnan jön a bűnbocsánat és a helyreállítás. Ezért nincs ebből szabadulás. És ezért nem bocsáttatik meg, mert ha azt, aki meg akar bocsátani neked, elutasítod, nincs bűnbocsánatod. És ez a Szent Szellem káromlás, amikor az Isten munkáját ördöginek tartom. Majd olvassátok el. Fontos ezeket az igazságokat megérteni, és amit szeretnék befejezésül még a szívetre helyezni, az, hogy így hangzik a Biblia, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosznak pedig minden fajtájától tartózkodjatok. Pál a Galata levél első részében, a 8:9-es versben azt mondja, hogy akár még mi, vagy egy mennyből jött angyal is hirdessen mást a meglevőn kívül, mit mond rá? Hangosan? Átkozott. Fontos az a vizsgálat, de szeretnék valamit mondani, hogy vizsgálódsz, vagy ítélkezel és kritizálsz. A kettő nem ugyanaz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy amit tanítok, bármikor kész vagyok elébe állni, és azt mondani, hogy vizsgáld meg. Egy. Az 1 Korintus 13 azt mondja, hogy rész szerint való bennünk az ismeret. Kettő. Azt mondja a Jakab levele, aki beszédében nem vétkezik, tökéletes. Nem vagyunk tökéletesek. De
az, amit prédikálok, amit hirdetek, amit mondok, az ige alapján teszem, és abban a hitben, és abban az isteni félelemben, ami a Jelenések könyvének a végén van, ha valaki hozzátesz ezekhez, akkor Isten azokat a csapásokat bocsátja, mi le van írva ebben a könyvben. Ha valaki pedig elvesz belőle, akkor Isten elveszi osztály részét az életfájából és mindabból, ami le van írva. A Róma 12:1-2 teszi nyilvánvalóvá, hogy milyen az igazi vizsgálat. A görög szó kifejezés, ami itt az 1 Tesszalonika 5:21-ben van, az azt jelenti, hogy megvizsgál, megítél, nyilvánvalóvá tesz. És a Róma 12-ben ez benne van. Kipróbál, jóvá hagy, helyesel. A Róma 12:1-2 mondja meg azt, hogyan lesz igei, biblikus a mi vizsgálatunk. Azt mondja Róma 12:1. Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a tagjaitokat élő és szent áldozatul az Istennek. Ne idomuljatok, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, és megítélitek, meg tudjátok vizsgálni. Ugyanaz a görög szó van, mint az 1 Tesszalonika 5-ben, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami néki tetsző, tökéletes. Ez így működik. Igazi vizsgálat, vagy kritizálás? Ja, ő mondta. Hát milyen az élete? Nem ebből indulok ki? Nem vagyunk tökéletesek. Egyikünk se. Én sem, vagy bárki, aki ide áll vasárnapról vasárnapra prédikálni. Nem vagyunk tökéletesek. De az, amit mondunk, és amit képviselünk, azt szeretnénk az ige alapján tenni. És hogyha te benned Isten szent lelke van, akkor helyesen fogsz vizsgálni dolgokat. Nem azért, hogy kritizálj, nem azért, hogy becsmérelj, hanem olyan módon, hogy szeretnéd tudni az igazságot. Ezek azok a dolgok, amiket szerettem volna ma a szívedre helyezni, nem könnyűek ezek az igék. Szüntelenül imádkozni, mindenkor örülni, mindenért hálát adni. Ez az Isten akarata. Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok meg. A prófétálást ne vessétek meg. Jaj, ezzel még egy gondolat befejezésül. Ma sokan azt mondják, hogy ma már nincsenek próféták. Tudod, mit mond az 1 Korintus 14, hogy mit csinál a próféta? Épít, bátorít és vigasztal. Volt már olyan az életedben, hogy kaptál egy ige verset, és nagyon határozott céllal kaptad, hogy oda kell menned X-hez és Y-hoz, oda menni, átölelni, és talán a fülébe sugni azt az igeverset, hogy ezt kaptam az Úrtól. És helyreállt az az illető. Mit csináltál? Építettél, bátorítottál, vigasztaltál. Nem vagy próféta, de prófétáltál. Ja, nem annak nevezed, semmi gond. De az 1 Korintus 14 alapján, aki épít, bátorít, vigasztal, az prófétált. Mert ez van, ezt írt a Pál. Én ezzel nem tudok vitatkozni, és nem is akarok vitatkozni, mert ezt mondja a Biblia. Nem kell ahhoz prófétának lenni, hogy kapj proféciákat vagy kijelentéseket az Úrtól. És tudd meg, hogy Isten szent lelke összhangban van Jézussal, és tudd meg, hogy rendkívül fontos, hogy mindent és mindent meg kell vizsgálni. Dicsőség az Úrnak. Az ige a zsinór mérték az alapján. És hogyha azt mondod, hogy ez a ma délelőtti tanítás kemény, vagy nehéz, vagy elhordozhatatlan, mert olyan magasra van téve a léc, akkor szeretném azt mondani, hogy Jézus nem olyan dolgokat kér, hogy fogod magad, és idejössz, és átléped ezt a kábelt. Ehhez nincs szükség Istenre. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És amikor azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, akkor ezt azért mondja, mert ezt vele, általa, benne el tudjuk végezni. Meg fog, működni fog, és világossá válik. És hogyha még soha nem hoztad meg az életed legfontosabb döntését, akkor most szeretnék imádkozni. Azt az imát, amit a szolgálatom során elmondtam, most elmondanám újból, és szeretnélek kérni benneteket, hogy hajtsuk meg a mi fejünket és szívünket, és csukjuk be a szemünket, és gondold végig, hogy milyen az életed. Hidd el, hogy amit Jézus kínál, ez így működik. Én 32 éve fogadtam be a szívembe Jézust, és azt mondom nektek, hogy ez így működik. Tehát, ha nincs elég örömöd, ha nincs békességed, ha félelmeid vannak, ha úgy érzed, hogy eleged volt már azokból a terhekből, ami körbevesz, akkor gyere Jézushoz.
Ez a Jézus ma is itt van, és hív téged. És én szeretném ezt az imát elmondani, és utána, ha úgy érzed, akkor lehetőséget biztosítani arra, hogy mondd el velem. Így hangzik ez a nagyon egyszerű imádság, mert Istennel beszélgetünk. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Köszönöm, hogy megvallhatom, hogy bűnös vagyok. És kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. Kérlek, foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Ha ez az imádság kifejezi azt, amit szeretnél, akkor most újból el fogom mondani, és csendben ott, ahol vagy, mondd velem együtt. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Megnyitom a szívem ajtaját. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Megvallom, hogy bűnös vagyok. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Amen. Maradjunk meghajtott fejjel és szívvel. Van-e valaki, aki elmondta ezt az imádságot? Egy rövid kézfelemeléssel jelez, légy szíves. Áldjon meg az Úr. Van-e még? Áldjon meg az Úr. Áldjon meg. Áldjon meg. Imádkozunk. Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy hívhatunk téged. És köszönöm azokat a fiatalokat, idősebbeket, akik most felemelték a kezüket. Köszönöm azt a lehetőséget, hogy te hívsz magadhoz. Kérlek, hogy a te jelenléteddel vedd őket körbe. Vedd őket körbe. És érintsd meg. Hadd tapasztalják meg a te dicsőségedet és hatalmadat. És jöjjön a te jelenléted az életükre Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, és én azt kérném, hogy akik felemelték a kezüket, gyertek ide előre egy percre, jó? Gyertek ide le, akik felemelték a kezüket. Csak így ide, velem szembe. Áldjon meg az Úr. Imádkozunk, és azt szeretném mondani, amit mondtam, hogy a növekedéshez hozzátartoznak ezek a dolgok. Azt mondja a Biblia, hogy olvasni kell az igét. Azt mondja a Biblia, hogy imádkozni kell, szüntelenül, szakadatlanul. Azt mondja az ige, hogy közösséget komolyan kell venni. Még van, aki felemelte a kezét, áldjon meg az Úr, ott is jó, mindegy. És a bizonyság, tehát a benned élő reménységről beszélni kell. És ez így működik. És lehet megújulni, lehet növekedni, erősödni és bátorodni. És én szeretném, hogyha a gyülekezet most felállna, ott, ahol vagytok, és emeljétek fel a kezeteket a testvéreink felé, akik itt vannak, és imádkozzatok értük, hogy az Úr erősítse meg őket, hogy nevelje és bátorítsa őket, hogy a Krisztusban növekedjenek. Imádkozzunk, ott a helyeteken, imádkozzatok. Atyám, nagyon köszönöm ezeket a testvéreket, akik itt vannak most, akik fölemelték a kezüket és a szívüket. És látod, Uram, azokat a küzdelmeket, azokat a dolgokat, amikkel küzdenek. A félelmeik, a szomorúságaik, az atyáiktól örökölt hiába való életmód, bármi, Uram, te a szívek és vesék vizsgálója vagy, és nem fordulsz el, hanem közel jössz. És azt mondod, én azért haltam meg, és azért keltem életre, hogy mind az élőkön és mind a holtakon uralkodjék. És köszönjük, Urunk, hogy most így jöhetünk eléd, és a szívünket, az életünket és egész valunkat oda tehetjük a te kezedbe. Kérem a te áldásodat, kérem drága szent lelked jelenlétét, kérem, hogy az igék ott legyenek, hogy ez kihajtson és megteremje a 30, 60, sőt 100 annyit az életetekben. Imádkozom azért, hogy az Isten jelenléte, szeretete, öröme töltsön be benneteket. És imádkozom azért, amikor elfáradtok és elcsüggettek, akkor tudjátok meg, hogy van itt egy felüdülési hely, van itt egy találkozási pont, van itt egy lehetőség, ez a gyülekezet, amely fogad, amely vár, ahol lehet növekedni, épülni, erősödni, bátorodni. Így imádkozom, hogy legyetek áldottak Jézus nevében.
Amen. Amen. Áldjon meg az Úr benneteket, és én kívánom, hogy erősödjetek, és bátorodjatok, és a gyülekezet pedig szeressen meg, és ti is szeressétek a gyülekezetet, és éljetek. Áldjon meg az Úr. Menjetek a helyetekre. Visszaadnám a szót, a lehetőséget, nem tudom, hogy kinek kell. Fontos, hogy egymás hite által épüljünk és növekedjünk, és ezt ne felejtsétek el. Ige, Józsué könyvében van ez, azt mondja a Szentíró, hogy amikor Józsuénak menni kellett és vezetni Izraelt az ígéret földjére, akkor azt mondta neki Isten, hogy tanulmányozd ezt a törvényt éjjel és nappal, ne térjél ettől se jobbra, se balra, hogy boldogulj, hogy sikeres legyél. Tehát az igét tanulmányozni rendkívül fontos. A zsidó 10.25 azt mondja, összejöveteli alkalmainkat ne hagyjuk el, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is, mivel közeledik az a nap. Az alkalmainkat megvenni áron is. Az imádság, ma láttuk ezt az igét, 1 Tesszalonika 5-ben, szüntelenül imádkozzatok, vagyis szakadatlanul, ne legyen szünet, és mindenért hálát adjatok. A bizonyságtétel, azt mondta Jézus, az evangéliumban van megörökítve, aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom, de ha valaki megvall, azt én is megvallom. Legyetek áldottak. Köszönjük azt az üzenetet, amit megosztottál velünk. Befejező éneket fogunk énekelni az Isten tiszteletünk végén. Az éneklés alatt a gyűjtésünket is meg fogjuk tartani, de természetesen ez senki számára nem kötelező. Ma délután 5 órakor lesz Isten tiszteleti alkalmunk. 2 dolgot szeretnék még elmondani. Az egyik az, hogy lelkemre kötötték, hogy aki szeretné, hogy jól működjön 1 hét múlva a meglepetés, az imádkozzon mellé jó időért is. Tehát a meglepetés az jó idővel együtt jár. A másik dolog pedig, amit még szeretnék mondani, hogy a közösségi vasárnapnak a házigazdái Anna és Ervin lesznek. Azt szeretném kérni, hogyha valaki tud önkéntes munkával segítségükre lenni a felszolgálásban, a konyhai munkában, a megterítésben, az elpakolásban, az legyen olyan kedves és jelentkezzen náluk. És itt jó lenne és hasznos lenne, hogyha elsősorban olyanok jelentkeznének, akiknek nincsen olyan kisebb gyerek a családukban, aki még mondjuk egy ilyen gyereknapi családi programban érintett lehet, és ha lehet olyan legyen, aki mondjuk nem előző alkalommal szolgált, tehát akik régebben vettek részt ilyenben, és nincsenek kisebb gyerekeik, ők előnyt élveznek, tehát ha túl sokan jelentkeznének, akkor annáig kénytelenek lesznek valamilyen sorrendet felállítani. Legyen így, hogy sok legyen a jelentkező. Énekeljünk most egy befejező éneket.